Kiemelkedően teljesített a Debreceni Egyetem a 2022-es általános felvételi eljárásban, így továbbra is a legnépszerűbb vidéki egyetem, és országosan is megtartotta előkelő pozícióját a hazai felsőoktatási intézmények között. Az összes jelentkező aránya ezúttal is meghaladta a 15%-ot. Az ország egyetemei között a Debreceni Egyetem a második legnépszerűbb. Évek óta tartjuk ezt az előkelő helyet. De ugyanez elmondható akkor is, hogyha az első helyes jelentkezőinket, ezt a számot nézzük, 8444-en jelölték meg első helyen a Debreceni Egyetem valamelyik képzését. Ez szintén az országban a második legnépszerűbbnek mutatja intézményünket. Idén is a gazdaságtudományi terület volt a legnépszerűbb, második pedig a bölcsészettudományi kar lett. Illetve hagyományosan közkedveltek az általános orvostudományi kar és az állam és jogtudományi kar képzései is. Az egyetem nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a hallgatók minél jobb szolgáltatásokban részesüljenek, minél jobb körülmények között végezhessék tanulmányaikat. De ide tartozik az is, hogy az egyetemünkön erősen gyakorlatorientált képzés működik, tehát itt százával lehetne sorolni azokat a vállalati kapcsolatokat, munkaerőpiaci szereplőkkel fenntartott együttműködéseket, amelyek abban segítik a hallgatókat, hogy a gyakorlatban alkalmazható tudást is szerezzenek. A jelentkezési sorrenden egyszer lehet változtatni. Erre, valamint a hiányzó dokumentumok pótlására július 7-ig van lehetőség. A ponthatárokat várhatóan július 21-én hozzák majd nyilvánosságra.